2018. advent első vasárnapja. Azért gyűltünk össze, hogy fellobbantsuk az adventi koszorú négy gyertyáján az első lángot, az első lila gyertyának a lángját, és ezzel mindannyiunk életében elkezdődjön itt a nagy karácsonyi készület, ami Jézus Krisztus születésére való készület 2018-ban. Kósede atya beszédével kezdődött a lajosvárosi adventi ünnepség, amit karácsonyi fények, ünnepi hangulat, várakozás és lelki ráhangolódás jellemzett. A hit, a bizalom az elvesző félben van. Néha úgy tűnik, hogy a szeretet is egy kicsit, a szeretetnek a lángja is egy kicsit elhalványult. És néha a béke helyett is úgy tűnik, hogy békétlenség van, vagy harc, akár még egy családon belül is. De a negyedik dolgot azt nem szabad, a negyedik lángot nem szabad kihújni, hagyni, ez pedig a remény, ami mind a három másik lángot képes újra ébreszteni. A lajosvárosi adventi programra a Neij Ferenc óvoda csoportja ünnepi műsorral készült. A templomkertben felállított Betlehemnél és karácsonyfán elrendezett programsorozatot a plébánia, a fertelymesteri közösség, Bátor István és Szucsik György képviselők, illetve a Városgondozás Eger Kft. Indította. A szentmise előtt az atya megáldotta a koszorúkat, majd meggyújtották az első adventi gyertyát.